A végtelen kesztyű egy Thanos által viselt fegyver, melyet már több helyen is láthatatok filmeken. Annyit valószínűleg már ti is tudtok, hogy ahhoz, hogy a kesztyű úgymond működjön, égkövekre van szükség. Hogy ezek a végtelen kövek kiknél vannak, illetve hogy kerültek Thanoshoz, azt a mai napon megtudhatjátok. Az, hogy a képregényekben hol voltak a kövek, ahhoz a filmeknek semmi köze. Történetünk ott kezdődik, hogy Thanos az örökkévalók egyike beleszeret a halálba. A halál persze inkább orrázónába tartott, amivel úgy gondolta, Thanos nem érhet fel az ő hatalmához. Az őrült titán idővel elfoglalta anyabolygóját és több száz örökkévalóval végzett. Ezután hallott a kövekről. Úgy tudta, hogy akinek mind a hat kő birtokában van, isteni képességekre tesz szert. Thanos úgy gondolta, hogy így összejöhet a halállal. Az égkövek állítólag az univerzum első élőlényétől származnak, aki unalmában szétdobálta az univerzumban a hatalmát kavicsok formájában. Öt követ Thanos könnyűszerrel meg is szerzett, úgyhogy legyőzte az univerzum örögeinek azon tagjait, akiknél a kő volt. Ezekre szükség is volt ahhoz, hogy a hatodikat ellophassa Eden Warlocktól. Így isteni hatalommal a halál elé állt, de ő ekkor is visszautasította Thanost, ugyanis a halál alsóbbrendűnek gondolta magát. A kesztyűt maga Thanos készítette pontosan azon célból, hogy a köveket el lehessen benne helyezni. Ezek a kövek pedig a következők. Az időköve, a térköve, a lélekköve, a valóságköve, a hatalomköve és a bölcsességköve. Csak hogy lássátok, mennyire erős a kesztyű, mondok egy példát. Egy alkalommal Thanos a kesztyű erejének 2%-át felhasználva elsüllyesztette Amerika nyugati partját és Japánt, mely támadásban összetört a szivárványhit, melynek köszönhetően az Asgardiak nem tudták elhagyni a lakhelyüket. Annyit még itt megemlítenék, hogy a végtelen kesztyűt csak abban az univerzumban lehet használni, amelyikben az készült, egy 616-os föld kesztyűje 616-os földön működik. Az egyetlen halandó ember, aki használni tudta a fegyvert, az Tony Stark volt. A filmes univerzumban valószínűleg két kesztyű létezik, ugyanis a Thor című filmben lehetett látni egy jobbkezes kesztyűt, melyen valószínűleg hamis égkövek vannak, de láthattunk már egy balkezeset Thanoson is. Visszatérve kicsit a képregényekhez, az új világ univerzumban a Föld 1612 kesztyű van, de itt 8 kő létezéséről tudunk. 4 hely van az egyik, és 4 hely van a másik kesztyű. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Mielőtt mennél, lenne még hozzád egy kérdésem. Szerinted a bosszúállók hogyan fogják a filmben legyőzni Thanost? A válaszadat kommentben várjuk.